Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, két vendégem van, akikkel értékeljük ezt a szezont, Krajnyák Péter, Tereprali szakákvezető és Kárpáti Péter, Tereprali motorversenyző. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen. Arra kérlek benneteket, hogy mind a ketten saját szempontotokból ezt az idei esztendőt értékeljétek. Mondanám, hogy Péter kezdte, de miután mind a ketten Péterek vagytok, ezért kezdjük a versenyzővel, jó? Értékeld ezt a szezon. Hát hál' Istennek ez a tavalyi pandémiás helyzetre ehhez képest azért sokkal, sokkal jobb volt. Volt hat versenyünk is ebben az évben. tavaly egy sem volt, tehát ahhoz képest már az egy is sokkal több lett volna. Abszolút. Tavaly, tavaly csak gyakorolni tudtunk és edzeni tudtunk kimenni, és ugye rád Istennek legalább az volt tavaly. De most idén hat verseny is megrendezésre került itthon. Hozzászámítva még azt is, hogy én még mentem még két külföldi versenyen is. Úgyhogy azt mondom, hogy eléggé, eléggé hosszú volt a szezon. Sajnos az utolsót mondjuk ki kellett hagynom, de ennek ellenére én örülök, hogy azért ezen a sok versenyen részt tudtam venni. Melyik volt a legemlékezetesebb? Hát azt kell, hogy mondjam, sz szeretem a magyar versenyzés, de külföldön most volt az első ilyen hosszabb verseny, ahol, ahol, pódiumra tudtam állni és harmadik tudtam lenni. Nyilván nagyon sokat számít az is, hogy a magyar bajnokságban hogy végez az ember, de, de azt gondolom, hogy nekem külföldön ez volt az első dobogos helyezésem, és ez, ez, nekem most így közel áll a szívemhez. Ugye a Magyar Bajnokság második helye, és az, hogy az utolsó versenyen nem tudtál indulni, az összefügg, mert hogyha a verseny előtt kérdeztek volna, akkor azt mondtad volna, hogy valószínűleg második leszek, de aztán az történt, hogy az ellenfeled kapott büntetést, büntetőpontokat, nem indultál el, ennél fogva nem tudtad megelőzni, tehát azért ez egy ilyen, ilyen furcsa érzés lehet, az örülök az ezüstéremnek, de azért egy kicsit talán bánom, hogy, hogy nem sikerült az aranyérem, nem? Nyilvánvaló, persze, és el is mentem a versenyre, ott voltam a rajtnál, néztem a fiúkat, szurkoltam a fiúknak, lányoknak is nyilván, ott álltam a pálya mellett, és fájt a szívem, hogy, hogy nem tudok versenyezni. De már de... nem fáj a bokád, mondd, hogy már nem fáj Már a nem, bokád. nem fáj a bokád, úgyhogy Ennek hétvégén, ha minden igaz, motorozni is fogok, de, de mégis azért ebben nagyon sok a ha, tehát hogy uh -huh. elme -indulhattam volna, uh -huh. lehet, hogy föl tudtam volna ülni a motorra, lehet, hogy oda lett volna a lábam a lábtartóhoz, itt tudom én, szíjazva, akkor biztos, hogy meg tudok állni rajta és a Robi az mondjuk nem kap öt perc, a Vodor Robert, a szlovák versenyző, aki végül is megnyerte a bajnokságot, ő nem kap öt perc időbüntetést, tehát nagyon sok itt a ha, mi lett volna ha. Miközben de... a tény az, hogy a lábad most már sokkal jobb. Igen. És... Én még előző este sem bírtam elengedni a versenyt, és mondtam, hogy mi lenne, ha mégis, de, de aztán muszáj volt. Győzött a józanész. Folytassuk akkor a szakággal magával. Ugye volt egy beszélgetésünk az elő, a, a, szezon elején, hogy mi az, amit, amit vársz. Ugye a szakma gyakorlatilag megválasztott felkértéget szakágvezető ]nek, elkezdtél egy munkát, voltak elvárások, mi mindent sikerült ebből teljesíteni? Igen, ahogy jöttem ide, felkészültem, visszanéztem azt, a, <coughs> azt az adást, hogy ami azzal zárult, hogy mikor lennénk elégedettek egy, egy szűk év múlva, ha beszélgetnénk és mire kocintanánk, akkor azt úgy zártuk azt a beszélgetést, hogy kell hozzá hat sikeres, lebonyolított verseny, mindenféle nagyobb biztonsági probléma nélkül, reméljük mosolygó versenyzőkkel a hat verseny után, és egy eredményes év, ami mögöttünk van minden szempontból. Akkor ez 10 pont? Hál' Istennek, igen, hál' Istennek, ez, ez, ez pipa, 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 uh, sikerült megoldani. Úgy gondolom, hogy a versenyzői visszajelzések, ami a legfontosabb, az is az volt, hogy, hogy nagyon élvezhető jó versenyek, jó versenyek voltak. Mit kellett ehhez nagyon megváltoztatni, ugye most attól eltekintve, amit már Péter az imént mondott, hogy a pandémia miatt az előző idényben nem sikerült versenyt rendezni, most meg sikerült megcsinálni mind a hatot, amit terveztete. Hát igen, ugye a legfontosabb ez volt, hogy, hogy, tudjunk menni. Azok után, hogy tudtunk menni, kellettek a sikeres versenyek, amik, amiket innen is megköszönök a szervezőknek, hiszen tényleg hatalmas munkát tettek bele. Minden egyes versenynek a megszervezésénél találkoztunk egy, egy önjelölt vadásszal, egy, egy bárkivel, aki a fejébe vette, hogy az bizony nem lenne jó, ha ott tereprali verseny lenne, majd a versenyszervezők ezeket mégis megoldották, és, és mégis az utolsó pillanatban, az utolsó utáni pillanatban el tudott indulni a mezőny, és, és, jó verseny lett végül belőle. És mi az, amit még meg kellett változtatni ezen kívül? Hát, Ami rövid távon Szerintem lehetséges. nagyon sokat jelent, hogy, hogy minden szakági ülésen minden versenyen úgy érezzük, hogy, hogy egy csónakba ülünk előrefelé megyünk, mindenki húzza a szekeret, amit tud hozzátesz, nincsenek, vannak viták, de nincsenek olyan ellenségeskedések, ami gátolná a, a közös munkát és a sikeres munkát. Mi az, aminek változnia kellett szerinted Péter ahhoz, hogy, hogy sokkal népszerű pillanatok alatt sokkal népszerűbb lett ez az egész sportág, akár ha a motort vesszük, akár hogyha az autókat vesszük nem voltak korábban nézők ennyien, most sokakat érdekelt, a versenyzők, ahogy mondjátok, mosolygós arccal mentek, hát nyilván a verseny az kemény, de azért azon kívül lehet jóban lenni. Ez mitől volt annyira más a hangulat? Nyilván ez sok mindentől függ elsősorban, a, szerintem elsősorban a szervezőktől is, az, hogy, hogy egy olyan, pályát írjanak ki, ahol, ahol a nézők ki tudnak jönni, és meg tudják nézni a, a versenyeket. Ugyanakkor kell az is hozzá, hogy a, a, a versenyzők is minél többen legyenek, és és ugye ez, ehhez is elsősorban megint a szervezők kellnek, de nyilván nálunk például a motoros körben mi azért ismerjük a környező országnak a, a versenyzőit, azért próbáljuk mi is népszerűsíteni ezt a, a, a magyarországi terepralizást. Így kerültek ide a, a, a szlovák srácok, a lengyelek is így kerültek ide, úgyhogy egyre már osztrák versenyző is jön, hiszen Ausztriában azért nem is nagyon van verseny, meg lehetőség motorozni. úgyhogy így egyre egyre többen let, lettünk népszerűbb lett a, a magyarország és a terepralizás, olyan hasonló, még nem annyira, mint régen, de, de, ugye egyre többen vagyunk, akkor jönnek az új side by side is nagyon sok uh, autó van. Ide jár most már a, a, lengyeleknél ez a Dacia Duster kupa is uh, részt szokott venni, tehát így nagyon-nagyon-nagyon sokan jönnek, és szerintem ez kell hozzá, hogy kell hozzá jó szervezés is, hogy akik ide jönnek, azok jól érezzék magukat. És bővülés lesz jövőre is még hozzá szerb irányból. Igen, igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy most hétfőn el tudtuk fogadni a, a jövő évi versenynaptár tervezetet, amiben szerepel egy szerb-baha elnevezésű verseny. Hát, ha az, azzal minden sikerül, akkor az, az biztos, hogy az év legjobb versenye lesz. Reméljük, hogy minden egy 550 km-es gyorsasági szakaszra rendelkező versenyről beszélünk, négy napon keresztül vonulós, tehát igazi terepről is verseny lehet. Reméljük, hogy az jó lesz. Milyen lehetőség ez a magyar versenyzőknek az eddigiekhez képest? Mindenképpen kihívás. Tehát aki évek óta csinálja, azért csak nagyjából, ha nem is ugyanazon a nyomvonalon, de mindig ugyanabban a környezetben tudunk versenyezni. Megvannak azok a, azok a területek, ahol, ahol egyáltalán lehetőség van terepeli versenyt rendezni. Ha ehhez képest ebből ki tudunk mozdulni, egy ismeretlen étinel, egy ismeretlen pályával, az odaúttal, az egész verseny hangulatával, sokkal több nemzet fogott versenyezni. Ott lesznek a olaszok, románok, bulgárok, törökök. Izraelből is vannak ott versenyzők, tehát egy sokkal nagyobb megmérettetés is, és szerintem sokkal jobban élvezhető is, meg sokkal nagyobb a feladat is. Ha már a kihívások, akkor Péter, neked mi lesz a kihívás a jövő évre? Hát a magyar bajnokság mellett nyilvánvalóan szeretnék minél több külföldi versenyen is részt venni. Ugye a hazai viszonyoknak megfelelően itt, itt maximum egy háromnapos versenyt lehet megrendezni, de... Egy egy tereplali verseny azért ennél sokkal több napból áll egy. hogyha megnézzünk egy Dakartot, ott is van 12-13 nap, amikor versenyezni kell. Én is voltam már egy 8 napos versenyen, amit, amit a Marokkóban teljesítettem. Egyébként a Petivel, mert ő is ott voltak, és ők is részt vettek, csak autóval. A Dakar benne van a tervekben egyébként? Hát abszolút, én azt gondolom, hogy aki elindul a, a tereplaliban, és ezt komolyan veszi, és nem csak, csak azért jön le, hogy hobbiból, azt gondolom, hogy annak az, ez a top és ez a cél. Én azt, ezt tűztem ki magamnak, hát, hogy ez mikorra fog sikerülni, az még a jövő zenéje. Világbajnoki indulásnak van realitása? Ahhoz az a baj, hogy a világbajnokság az egy, az egy elég nagy büdzsé, hogy ezt hogy azt az ember végig tudja csinálni, hiszen az a, mondjuk a Dakarra el kell menni, akkor csak az egy verseny, azt az mondjuk Arábia De hogyha egy, egy ilyen világbajnokságot csinál az ember, akkor ott van Dél-Amerikától kezdve mindenhol verseny. Úgyhogy az, azért az, az megint egy más kategória. Ott elsősorban azért tényleg gyári csapatok mennek, csak ott kevés a, a, magánversenyző. Péter, te hogy érzed magad ebben a pozícióban, hogy ugye nem versenyeztél ebben a szezonban, azt mondtad, hogy összeegyeztethetetlen ez a jelenlegi munkáddal. Nyilván kényelmesebb, de azért más szempontból meg gondolom, hogy nagyon hiányzik a terep. Na, igen, igen, ahogy, ahogy múlt az idő és jöttek a versenyek egymás után, Hát egyre jobban viszketett a talpam, és már mentem volna. Annyira, hogy most már nem is bírom a Mikulás, Mikuláson elindulok a Mikuláson. Ez így nem mehet tovább. És mi lesz jövőre? Mi az most akkor zárjuk azzal, amivel múltkor is zártuk, hogy mivel kocinthatnánk jövőre. Igen, most még kocintani fogunk, tehát december 11-én hát, lesz. Pi, a, de velem. Nagyon szeretettel meghívunk. Ugyanezt remélem. Tehát egy 5-6 utamos fordulós évet tudjunk magunk mögött, bővüljön a létszám, tehát erre most se panaszkodhatunk, tehát nőtt a, nőtt a mezőny, nőtt a nemzetközi mezőny. Legyen sikeres ez a, ez a romániai, a, a szerb verseny, tudjunk bővülni, onnan is vonzunk be új versenyzőket, akár a magyar bajnokságba, és ami a legfontosabb, hogy nagy baleset nélkül vissza fogjuk nézni, és aztán megbeszéljük egy év múlva, hogy mit sikerült belőle létrehozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. A kedves nézőktől pedig búcsúzunk most viszontlátásra.